A Borsod Online podcastja szerda este az oldalvonal. Edzőkkel, egyesületi elnökökkel, szakszövetségi tisztségviselőkkel, tanárokkal és játékosokkal beszélget Kolodzei Tamás foglalkozásaikról, sikereikről és gondjaikról, a bajnoki rendszerekről, a testkultúra napi kérdéseiről. A sportszerkesztő a sorozatban elsősorban olyan nőket és férfiakat szólít meg, akik kiemelkedő tudásukkal hívják fel magukra a közvélemény figyelmét, így példaként állíthatók a feltörekvő generáció elé. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Kolodzei Tamás sportszerkesztő, Önök az Oldal vonal című podcastot hallják. Velem szemben ül a vendégem, Fridli Csaba, a Magyar Labdarúgó Szövetség Vármegyei Igazgatósága Játékvezetői Bizottságának tagja. Csaba, szeretettel köszönterek, a kedves hallgatóknak pedig elmondom, hogy nagyon régóta ismerjük egymást, ezért természetesen tegeződni fogunk. No Csaba, hány éve ügyködsz a futballban? Hát 1995 óta. Dolgoztál más bizottságokban is, az akkori szövetségben, vagy pedig nem? Mert én úgy tudom, hogy igen. Így van, dolgoztam. A játékvezetői bizottság előtt a fegyelmi bizottságot vezettem, azzal párhuzamosan a régi MB3-as a versenybizottságnak tagja voltam, és ezáltal MB3-as mérkőzések tudtam menni, mint szövetség ellenőr. Sportági múltad van-e? Tehát magyarul voltál-e labdarúgó? Hát iskoláskorban igen, majd egy kézlabda edzésen eltörtem a térdem, és azóta is sínem ezt, ezt a sérülést. Ez itt is kellett abba hagynom annó, középiskoláskoromba a, a sportot. De kispályán játszol még, vagy nem? Nem, nem, nem. Kispány csak. A képeken csak látom, vezető. hogy amikor mentek valamilyen tornára, akkor mindig ott állsz. Így van minden mind még. Minde, így van vezető. Így van. Na meccsekre jársz-e ellenőrizni, vagy csak érdeklődésből? Járok, járok. Minden Amok héten? Küldés van, amikor a játékvezető küldő, ellenőrküldő küld, akkor természetesen megyek. Illetve, ha idő engedi, akkor ki, megyek a Diós Győri mérkőzése, vagy Mezőkövesdi mérkőzése is kimegyek, mint most hétvégén előrelátatóan ki fogok menni a kövesdi mérkőzése. Aha, na, pontosan itt jó helyen járunk. Szombaton óriási volt a kínálat, például Fehérvár DVTK televízióban, és utána pedig Barcelona Real Madrid spanyol csúcsmérkőzés szintén a tévében. Láttad-e valamelyiket? Látom készültél Tamás, mert mind a két csapat a kedvencem, a Dilózsa és a Barcelona. Ó, oh, nekem meg a Real Madrid. Ajaj, és sajnos de minden... ezen nem fogunk összeveszni két kedvenc csapatom sajnos vereséget szemedett. A diózsért azt uh, megtekintettem igen tévébe. Kuznyecov nem volt elégedett a játékvezetéssel. Na te, hogy minősítetted a játékvezető működését? Én jónak minősítem a játékvezető működését. Inkább a védelmünk az volt, ami, ami, ami nem állt a helyzet magaslatán. Uh -huh. Beszéltél az előbb a mezőkövesdől, hogy kimégy szombaton. Mezőköves Debrecen lesz. Na szóval követed-e az MB1-ben a diósgyőriek és a mezőkövesdiek szereplését, menetelését? Így van, így van, hétről hétre követem őket. Ha nem is látom, de a... Ha... Jársz mindkét pályára? Hát kövesd -e is Diós Ahogy az idő engedi, így, így van. Ritkán de. jutok el, mert a küldés függő, hogy megyek a megyei mérkőzések ellenőrizni, de ha lehetőségem van, akkor természetesen elmegyek. Te mit szólsz a Ferencváros itthoni és nemzetközi kupa meneteléséhez? Azért jegyezzük meg, hogy egy Ferőer szigeti csapattal szemben esett ki a BL-ből, és most a konferencia ligában idézőjelben vitézkednek, és elfelejtjük azt, hogy mi történt, és az előéletükről nem ejtünk szót, de attól függetlenül ugye az első helyen állnak a bajnokságban, és hát a csoportjukból is úgy néz ki, hogy tovább fognak jutni. De nem én mondom, hanem a te véleményedet hallgatom és várom. Az idő megszépít mindent. De ez igaz. Mindent megszépít, és most a legutóbbi héten azért elég szép eredményeket értek el, még úgy is, hogy a diózsér megverték, aminek örülhetem volna, hogy egy döntetlen legalább elért volna a diózsér, de látni kellett, hogy más kávéház van a Ferencvárosnál, másabb a kondíciókkal tudnak rendelkezni, és ezt be is bizonyították, hogy széles a kis padjuk. Én lehetek objektív, én úgy gondolom, hogy a Diósgyőrnek hiába kettő egyre kikapott, illetve kapott ki, és 0-2-ről szépített, de én úgy gondolom, vagy úgy láttam, hogy nem volt esélye a Diósgyőrnek a sikerre. Hát a sikerre nem, de egy döntetlen. Én a sikert, a döntetlent is ö, sikernek számítottam volna, és illetve arra gondoltam, de úgy gondolom, hogy nem volt esélye. Bár a 2 1 minden lehet, mert lehet egy kiállítás, egy öngól, egy 11-es, bármely befolyásolhatja. Te így láttad azért, hogy volt, volt esélyünk a pontszerzésre? Lett volna, volt helyzetünk. Az a más kérdés, hogy ha egyenlítünk, akkor a Ferencváros magasabb hőfokra, tempóra kapcsol, és akkor megjött volna a harmadik Ferencvárosi gól is. Igen, hát ezt tegnap is láttuk a Ferencváros-Újpest meccsen, hogy óriási játékosokkal rendelkezik már, mint magyarországi viszonylatban a legjobb kerettel, a legjobb lehetőséggel, a legtöbb pénzzel, tehát a Fradit hiába a Paks kapaszkodik, de én nem hiszem, hogy a Fradit valós körülmények között meg tudnák szorítani. Te is így látod? Egyetértek vele, Köszönöm szépen. A magyar válogatott szereplése kikerülhetetlen téma. Két meccsünk van hátra, és egy pontra van szükségünk a bolgárok vagy a montenegróiak ellen. Egyet értesze azzal, hogy számunkra ez az egy pont megszerzése nem okozhat gondot? Így van. Habár aggasztó autóbbi utóbbi időkben a sérülések, amik érkeznek a hírek hogy egyre több a sérültünk, de azért Na de hát akik helyükre lépnek, legalább olyanok. Reménykedjünk benne, hogy Reménykedjünk sérültünk. az, az egy Biztos vagyok benne, hogy ezt, 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 a magasságot át tudjuk ugrani. Na hatalmasat ugrott a látogatottság az NB1-es meccseken, és a nemzeti csapatunk esetében is. van Magyarországon én ezt tapasztalom, hogyan fordult vel, velünk elő, hogy a világ kereke ekkorát fordult. Én azt gondolom, ez a Rossi kapitánynak köszönhető. Egyedül, kizárólag. Vagy a válogatottságának, illetve a válogatottsági elveinek, az az, el... hogy előszedett külföldön játszó magyarokat, nagyon fiatalokat, és mindig jót húzott. Erre gondol? Igen, az ő koncepciójának, az ő válogatási elvének a hatásai bejöttek. Kritizálják, mert lehet hallani hangokat, hogy miért hívja be ezt, miért hívja be azt, de azt gondolom az eredmények azért őt igazolják, és igazolni is fogják. És te azzal egyetértesz egyébként, hogy a szövetségkapitány külföldi legyen? Nem lenne jobb, ha magyar lenne? Most ez ugye. Eléggé, hát nem udvarias és nem elegáns kérdés, mert hiszen az eredmények őt igazolják, ahogy mondtad, de én jobb szeretném, hogyha magyar kapitány lenne. Mármint magyar nemzetiségű. Ja igen, azért mert azt akartam de már most ő is magyar állampolgár. Már most, hát igen, most már vagy két hete magyar állampolgár, de magyar nemzetiségű lenne. Tehát hát. mit tudom én, ugye gondoljunk mészőre, mezeire. Reméljük, hogy eljön az az idő is egyszer majd, de rövid távon én azt gondolom, hogy ő az, aki ebben a megoldáson, hogy Magyarországnak a szövetségi kapitánya olyan, amilyen a rosszink, és én azt gondolom a sikernek az egyik kulcsa, hogy ő a kapitányunk. Látsz egyébként tehetséges fiatalokat az edzői karban, akik előbb-utóbb a helyére léphetnek? Én lehet, hogy meglepő, amit fogok mondani, de a Kutor illát is ide sorolnám. egyáltalán nem meglepő. Annak ellenére, hogy, a, hogy a mezőkövesd most úgy, ahogy szerepel, ha most hétvégén összejött nekik, de én azt gondolom, hogy Kutaratil az, aki odaérhetne, hogy odaér. Reméljük, hogy Na, is ezt, fog érni. Ez nagyon jó, mert ezt még nem is hallottam ezt a gondolatot senkitől. Majd illetékes helyeken el fogom mondani. Ugye Kutaratilával kapcsolatosan jegyezzük meg, hogy a napokban írtunk és beszéltünk arról, hogy már 700 darab MB1-es mérkőzésnél tart, edzőként és játékosként összesen, és ahhoz képest, hogy 700 ő még nagyon fiatal, tehát ugye egyáltalán nem 70 vagy 60 vagy 70 fölötti, úgy hogy igazából jó az ötleted, meg fogom említeni. Na térjünk egy kicsit haza szűke pátriánkba. A Vármegyei első és második osztályú találkozókat egy-egy hétvégén tízezerek nézik. Amikor elmondom ezt a számot, mindenki felkapja a fejét, holott igaz, hiszen rengeteg meccs van, és száztól a több százig mindenféle látogatottsági mutató előfordul szerinted helyes a négy csoportos rendszer a megyében? Ezt mindenkitől megkérdezem, aki ide jön. Ugye van egy vármegyei első osztály, és van három darab vármegyei kettes csoport, sőt, alatta van még vármegyei harmadik osztály is. Lefedi ez a megyét? Jó ez a rendszer? Én azt gondolom, a megyeket a három csoport véleményem szerint lehet, hogy sok. Erősebb lenne, ha két csoport lenne, ez már évek óta így bennem megfogalmazódott. Mindig gondok voltak, hogy ki tudnak állni, ki állnak, el tudnak-e utazni. Eljönnek ilyen időszakok a megye kettesek életébe. Én azt gondolom, ha két csoport lenne, akkor erősebb lenne. Most jelen pillanatban a megye egy, az egy jó kis erős osztály jött össze. A megye három, az mindig annak függvénye, hogy Hányan neveznek igen, igen. Mert oda nevezés. mindenki indulhat, és oda hát, mindenki jó. nevezhet. De az első és második osztályról mindenki, illetve a második osztályról inkább visz három csoport, minden polgármester és minden klubvezető azt mondja nekem, hogy ha ez nem lenne, akkor az ő falujában semmi nem lenne, már, mint a sportot illetően semmi. Ugyanis a labdarúgáson kívül más sportágnak nincsen megyei bajnoksága, vármegyei bajnoksága, ezért nagy szükség van rá, hogy az ott élő embereknek legyen elfoglaltságok, akár szombaton, akár vasárnap. Ebből a vetületből azért már más a leányzó fekvése, ugye? Igazad van, Igazad van mert ez a falvakba ez egy, ö, egy kiemelt esemény, hogy futballmérkőzés Igen, van. Két hetente erre készülnek az emberek. Igen. Nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is. Sőt, inkább azt mondom, az idősebbek, a meglett emberek jobban készülhetnek egy ilyenre, hogy két hét múlva egy újabb bajnoki mérkőzés fog történni. Kis túlzás, az egy ünnep a falvaknak hogy bizonyos csapatok oda látogatnak és ki tudnak menni mérkőzésekre. Tárgyi feltételek oldaláról látsz-e gondot a pályák gyepszőnyegére, az öltöző épületek komfortosságára gondolok? Szerintem nem. Szerintem nem. Egyre több olyan hely van, ahol minőségi pályák vannak, minőségi körülmények vannak, a minőségi kiszolgálások vannak, úgyhogy ez egy nagyon hosszú folyamat részesei vagyunk, aminek szerintem még nincs vége. Köszönhető az MLS TAU rendszerének így van, és így a pályaépítési akcióknak, hiszen van. óriási pénzek mozogtak rengeteg milliárdot kaptak a klubok, a kis vidéki hátországbeli klubok, amikből tudtak építkezni. Ebbe kis top... és nagy pályákat építkez, építettek, és nagyon sok helyen már világítást is látok. Így van, ebbe profitált, én azt gondolom, minden klub, aki érte a lehetőséggel, és én azt gondolom, hogy a szülők is olyan sportot fognak választani, ahol olyan körülmények vannak, amelyek úgy engedi a gyermeket az edzése, úgy engedi a mérkőzése, ahol egy körülmények vannak. Tehát ez e... hosszú távon, ez egy nagyon jó befektetés. Igen, igen egyetértek. Na most evezzük a te területedre, a játékvezetőket sok helyen dicsérik és szintén sok nyilatkozatban szapulják. Te mit szólsz a nyilatkozatokhoz, mert nyilvánvalóan elolvasod a bónon és az északban is. Ezeket a véleményeket, amelyeket az edzők fogalmaznak meg a meccsek után, vagy a klub vezetők. Lehet, hogy a nyilatkozatok leadásának az időpontja lehet, hogy nem szerencsés, de hát akkor kell, hogy nyilatkoznak a mérkőzés követően. Ha másnap nyilatkoznának az edzők, lehet, hogy másképp fogalmaznának. Sokszor előfordul, hogy úgy mondanak véleményt, hogy nem higgadt fejjel. Viszont én azt gondolom, hogy nem olyan borzasztó itt a játékvezetésünk. Én azt gondolom, fejlődött a játékvezetésünk. El kell fogadnunk az ő véleményüket. Ők abból az aspektusból a pályak kívül, pályaszélőről látnak bizonyos dolgokat. Szíve joguk nyilatkozni. Egyes nyilatkozatok már sértik azt a kategóriát, ami, ami már sérteti egyes játékvezetőnek a megítélését, de olyan srácok a játékvezetőink, hogy túl teszik magukat. Persze jelzik felénk, de most olyan világban élünk, hogy a demokráciában ők Mindenki azt a... mond, amit akar. Éjjön. És egyébként adtok az edzők szavaira, pontosan azért, mert ugye a meccsek lefújása után fogalmazzák meg a véleményüket, és nyilván olyan ideg állapotban, amilyen eredményt értek el. Na no, szóval számíten állatok, hogy ki és mit mond. Egyre többször kapunk olyan jelzéseket, hogy kamerafelvételeket csatolnak be. Igaz, hogy nem lenne kötelezünk ö, ezt figyelmbe venni, de megtekintjük, és levonjuk a megfelelő konzekvenciákat, illetve képzéseinken feldolgozzuk azokat az eseteket, amelyek, ö, ez lehet jó, rossz is, egy döntés során, amivel lehet tanulni mindenkinek. De ugyebár ebből nem csatolunk vissza, a csapatvezetők ilyen. részére. Tehát ők azt gondolják, hogy nem foglalkozunk veled, de igenis foglalkozunk minden egyes ilyen jelzéssel. Azt, hogy a fegyelmi esetleges egy kiállításnál, hogy hogyan foglalkoznak fel, azt nem tudom, de mi, mind játékvezetői szempontból szoktunk vele foglalkozni. És a súlyos hibákat, vétőket eltiltjátok egy-két hétre? Hát mi mert nem, én hallottam, hogy ilyen van. Mi nem tilthatjuk el, mert a fegyelmi, mi úgy szoktunk, hogy pihentetjük. Ja, ne igen, igen, persze. Van, pihentet, van, van és ilyen. van. Gyakoroljuk is. Ez ö, Azt tudná Isten igazából, hogy aki figyelni egyes játékvezetőnek a küldését, de igenis, amikor mi úgy mondjuk, hogy súlyos hibát követel. Tehát az osztályzata 7 9 7,9%- es akkor igenis pientetjük. Rengeteg fiatal jött fel az elmúlt években nálatok. Jó az a megállapítás, hogy a generációváltás idejét éritek? Igen, és ö, már lehet, hogy hamarabb kellett volna ilyen sok fiatalnak élni, mert idősödik a, a játi Sok fiatal van, de azoknak viszont még be kell érni ami nekem nagy öröm, a kvalifikáltság, rengeteg doktor van közöttetek, rengeteg egyetemi hallgató, és rengeteg egyetemet végzett játékvezetője van a testületnek. Ilyen talán korábban soha nem volt. Én legalábbis 40-50 évre vissza tudok emlékezni, nem volt még ilyen. Én sem hiszem. ez egy örömteli dolog. Hogyha valaki ilyen magas végzettséggel rendelkezik, az egy a még másik dolog, hogy a pályán... rosszul. Így, azt akartam, hogy a pályán kell megmutatnia, hogy mennyire rátermett a játékvezetése. Igen, viszont nincs elég játékvezető. Ez a küldésekből lehet látni, hogy olykor csak ketten mennek egy-egy meccsre. Hány tanfolyamot csináltok évente, hiszen a pótlás csak a tanfolyamok szervezésével lehet megoldani? Évent egy tanfolyam indul, és az, hogy bizonyos esetekben két játékvezető van, mondjuk megye 2-es, megye 3 mérkőzés, az nagyban befolyásolja, hogy a mérkőzéseket melyik nap játszák. Mert ha többnyire szombat és vasárnap nincs mérkőzés, akkor így nehéz megcsinálni a küldőnek a küldést, hogy minden mérkőzésen három játékvezető legyen. De amikor ilyen optimális esetek vannak, hogy szombat vasárnap megosztanak a mérkőzések, azért az össze szokott jönni. Vagy visszatérve a válogatott mérkőzése, vagy egyéb ünnepekre, amikor rengeteg leiratkozás van, uh -huh. akkor a küldő nehéz feladata van, de igyekszik megoldani. Ezért aztán gyakori a hármas, meg a négyes küldés is, jól mondom, hiszen van, aki szombaton délőtt és délután, vasárnap délőtt és délután is működik, vagy vezet, vagy lenget. Így van, ez egy na nagyon nagy leterheltséget ad a játékvezetőknek. A klubvezetők is látják, és Jöttek jelzések, hogy nem szerencsés, hogy a játékvezető egy másik mérkőzésre érkezik, és beesik a, mondjuk egy nagyon felnőtt mérkőzése. Vagy éppen elkésik, de hát nem tehet róla, hiszen az egyiket még be sem fejezte, már a másikon ott kellene lenni. Így van, így van. Így van. Na most hány, úgymond üres státusz, hát nem jól megfogalmazásra nevezzük így, hány játékvezető hiányzik, mondjuk 20-30 hát, kellene még? Én is erre tippeltem volna, hogy ilyen 20-30 közötti. Mennyien vagytok most? Van egy pontos létszámod? Hát, 150 hát ez... körül? Hát, nekünk van egy sportegyesületünk, nem tudom, hogy tudsz igen, róla. Tudom, igen, Ott 184-en vagyunk tagok, de ebbe a tagságban nem van a Fábián Miá is Ausztráliából. Igen, Ausztrália. Most volt éppen itthon. Igen, találkoztunk is egyik képvisünk, ott igen, volt, igen, a... Igen. a Misi. De Hát ilyen 100 körüli játékötetőt mozgatható hétvégéről hétvégére. Csak? Így van, mert ugye már a 180, 180 át, tagotok van, de csak százat tudtok. Hát körülbelül, igen, mert leiratkozások, sérülések, azért tehát ez behatárolt ez a... Ez a és különbsz. olyan létezik, hogy mondjuk más megyéből kölcsön vennétek játékvezetőket. Tudom, hogy vannak társmegyei küldések, de ha máshol sokan vannak, és itt éppen hiány van, akkor nincs olyan, hogy átszóltok, hogy adjatok kölcsön, idézzél be a kölcsönt, 5-10 játékvezetőt? Hát inkább tőlünk kértek régebben kölcsön, tehát máshol nagyobb a baj, mint nálunk, én azt gondolom. Igen? Igen. Tehát inkább tőlünk. Ez a társmegyés ö, kölcsönmérkőzések ö, működnek, jó kis. Ez Heves, Hajdúbihar. Hát Hevesen nem is, a, a, a szabolcs Szabol <Szatmár, Szatmár> meg, <Szatmár meg, meg és... a Szolnokiakkal van ilyen. Hajdú van nincs már? Régen volt? Régen, volt. régen volt. is volt? Igen, igen, igen. Sőt, Nógráddal is talán még egy időben. Hogy hát a régebben a akarták régen. ők, de már a távolság is már nekünk mm. nagy, mert oda már csak az Ózdi játékvezetőket lenne I Igen. célszerű küldenünk. Értem. Ózdon hányan vannak egyébként, említed az Ózdot? Öreg motorosok vannak hárman, most jönnek a fiatalok fel, tehát jön egy újabb generáció. Tehát a területi elosztásban is azt látjuk, az látható, hogy jönnek a fiatalok területi megosztásba is, ami jó. Hosszú távon ez, ez jó. Ha megmaradnak a, azok a fiatal játékvezetők, akik nem nemrég vizsgáztak, azok megoldják nekünk azt, hogy az a, amikor oda kerül a sor, hogy a kiöregelett játék közöttük abban adják, akkor lesz utánpótlásunk. Vidéken még nagyon erős felleg sáros Sárospatak és környéke, ugye? Így van, így van, így van. A pataki ott, vonal az erős. a. Ott is 10, 10 és 20 között van talán. Igen, ugye már megszűnt a régi területi, hanem most már integrálva vagyunk központi képzésen. Na de ott laknak, a... ott élnek, így ott van, dolgoznak. Igen. Elég sokan járnak a meccsekre. Igen, igen, igen. Tehát egyre, egyre többen és ennek örülünk. Hát hamar eltelt a műsoridőn, köszönöm szépen Csaba, hogy itt voltál. Tehát Fridli Csaba, az MLS Vármegyei Igazgatósága játékvezetői bizottságának tagja volt a vendégem. Jó estét és jó éjszakát kívánok a kedves hallgatóknak, Csaba tőled pedig azt kérem, hogy gyere máskor is hozzánk. Köszönöm szépen a